Ott alvósbuli képregénytár és fesztivál. A három kulcsszó kapcsán kevesen gondolnák, hogy nyári könyvtári programokról van szó. Tomaszowski Anita igazgató szerint a legfiatalabb generációk megszólítása azért lényeges, mert belőlük lesz a jövő olvasó közönsége. Nyáron vannak kiállításaink, egy új részlegünk nyílt, vagy fog nyílni majd augusztus 3-án. Ezt a pandémia alatt fejlesztettük ki Kertész Sándor művésztanár segítségével, képregénytár. Úgyhogy egy új részleg, elsősorban a fiatal korosztályt szeretnénk ezzel megszólítani, de hát ott van a Kultúrkuckó, a Pocket közösség, akik szintén nagyon aktívak és terveznek egy ittalvós bulit a nyár folyamán, és a Vidor fesztiválhoz is szeretnénk kapcsolódni. Ekkor lesz majd az ünnepi könyvhét is, illetve különböző képregényes programokkal, képregénybőrzével, kiállítás megnyitókkal várjuk majd az olvasókat, és hát természetesen egész nyáron nyitva leszünk, hiszen úgy gondolom, hogy eleget voltunk már bezárva, és nyitottak a kapuink, ajtóink, és várjuk kedves olvasóinkat. Bár a könyvektől roskadozó könyvespolc jól mutat az otthonunkban is, a kölcsönzött könyveket vissza kell vinni a könyvtárba. A vissza nem vitt könyvek és a lejárt határidő kérdése most következmények nélkül megoldható. Semmi gond, nem számítunk fel késedelmi díjat, hiszen ez nem az ő hibája, nem az olvasóink tehetnek erről a rendkívüli helyzetről. Visszahozhatják a könyveket, meg is tudjuk hosszabbítani. Létezik már e-mobil card alkalmazásunk, illetve online is be lehet iratkozni. Tehát számtalan olyan új alkalmazást, lehetőséget hozott számunkra a pandémia, melyek az olvasóknak szerintem a gyors hétköznapi életéhez teljesen be tudott épülni, és természetesen most is van az a szolgáltatásunk, hogy aki rohan, nem tud még bejönni a könyvtárba, annak az ajtóban, küszöbön vagy az ablakon kiadjuk az előre összekészített könyveket. A könyvtár júliusban és augusztusban is várja az olvasó közönséget, az olvasás élményén túl megújult sokszínű programokkal.